Sziasztok! 2017. november 10-e van, ma van a Science Centerek és Természettudományos Múzeumok Nemzetközi Napja. Ezek szerint ilyen is van. Juhú! Ezt csak azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert hogy mégiscsak 9 éven át dolgoztam ilyen helyeken. Ha érdekel, hogy miről is van szó pontosan, a linket a leírásban találjátok. De most inkább térjünk át egy olyan témára, ami mindannyiunknak húsba vágó lehet. Amint látjátok, céklát fogok sütni ebédre. Ennek persze semmi köze az adáshoz, de jól gondoltátok, sérülésekről lesz szó. A történet akár úgy is szólhatna, hogy brit tudósok megállapították, hogy a nappal szerzett sebek akár 60%-kal is gyorsabban gyógyulhatnak, mint az éjszaka szerzett társaik. Oké, de ennél azért itt, ezen a csatornán ásunk egy picit mélyebbre. De tényleg csak egy picit mélyebbre, nem szeretnék senkit elriasztani nagyon. Mi emberek egy nagyon jó biológiai órával rendelkezünk, aminek segítségével le tudjuk követni a nappalok és az éjszakák változását. Az úgynevezett cirkadián ritmusnak pont az a lényege, hogy az élőlények jól tudjanak alkalmazkodni a nagyjából 24 óránként ismétlődő folyamatokhoz. Hogy ez mennyire működik jól, az talán leginkább a viselkedésünkön érhető tetten. Például tipikusan éjszaka nézünk YouTube videókat, és nappal vagyunk kómásak. Oké, ez így persze nagyon nincs jól, de szerintem átment, hogy mire akarok kiukadni. És hiába van az agy hipotalamusz nevű részének iszonyat fontos szerepe abban, hogy összervezeti szinten is megtaláljuk a harmóniát a napról napra változó világunkban. A sejtjeinknek maguknak is megvannak a saját időmérő mechanizmusai. Az pedig, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a sejt saját hatásköre és a fentről jövő infók, nos, az egy finoman szólva is hevesen parázsló tudományterület. Hot topic in research, értitek? Bizonyos sejtípusoknál például egész jól látják, hogy egyes gének működésében igen jelentős eltérések vannak nappal és éjszaka. Ilyenek például a fibroblast sejtek, amelyek az állati szövetek szerkezeti vázának kialakításában, illetve bizonyos immunfolyamatok beindításában vesznek részt. Ennek megfelelően a sebek gyógyulásában ezeknek eszméletlenül fontos szerepe van. Na már most, ha van egy sejtünk, aminélkül a sebgyógyulás a szervezet számára csak egy elérhetetlen álom lenne, és ezek a sejtek nappal sokkal fürgébben vándorolnak a sérülés helyszínére, hogy aztán ott sokasodjanak és extracelluláris mátrixsal töltsék be a principiumaikat, akkor innentől kezdve nem egy haladó sudoku megállapítani, hogy a nappali sebek gyorsabban gyógyulnak, mint az éjszaka szerzettek. Igen, de a sebgyógyulást azért rengeteg más tényező is befolyásolja, és a szövettenyészetek sem modellezik tökéletesen az in vivo folyamatokat. De megint csak igen, de a cikk szerzői égési sérültek gyógyulását rögzítő klinikai statisztikákat is összevetettek a saját laboratóriumi eredményeikkel, és ott is volt összefüggés a sérülés ideje és a gyógyulás időtartama között. Tök logikusnak tűnik, hogy a szervezet arra készül fel, hogy a sérülésnek nappal van nagyobb esélye, amikor egyébként is ébren vagyunk. Tehát a tanúság, éjszaka inkább aludjatok és ne sérüljetek. De azért kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk az éjszaka aktív állatoknál fordított-e a folyamat. Kézenfekvőnek tűnik, hogy igen, de ennek egyrészt nem jártam utána, másrészt nem tudom, hogy kutatták-e ezt egyáltalán. Aki van annyira pervers, hogy elolvasná az eredeti cikket, ami a Science Translational Medicine-ben jelent meg, annak természetesen szokás szerint belinkelem a videó alá. Olvassátok el, persze csak akkor, ha van intézményi hozzáférésetek, mert hogy az ilyen cikkek elérése általában annyiba kerül, hogy érdemes megfontolni az egyik vesétek eladását. De ha már emellett döntötök, arra ügyeljetek, hogy a műtét mindenképpen nappal legyen. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, és ha várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig akár csak egy jelképes havi összeggel is támogatnátok azt az ismeretterjesztő munkát, amit csinálok, a rendszeres heti podcasteket, illetve ezeket a videókat itt, akkor azt a patreon.com/szertár oldalon tehetitek meg. Ha minden jól megy, hétfőn egy új videóval várlak majd titeket, addig is jó hétvégét, sziasztok!